Őrzőr. Nézzétek, itt van Pokolyó, Pátó és Szundi madárka. Ahó, halihó! Ha-ho. Hová mentek a zummantóval? Látogatóba. Meglátogatjátok az űrlény barátotokat? Segítsünk Pokolyónak megtalálni az űrlény barátját. Kiáltsatok egy nagyot, ha meglátjátok. Ott van! Ott az űrlény! Ott van, ott van! Nézd, Pokolyó! Megtaláltátok egymást. Nagyszerű. Úgy látom, űrlény barátot szeretne körbevezetni a bolygóján. Jé, ez a táj nem csak a szemnek kellemes, hanem a fülnek is. Az űrlény még mást is szeretne megmutatni, Pokolyó. Szia! Tű, milyen szép innen a kilátás a többi bolygóra. Az ott egy gomb. Szeretnétek, hogy Pokolyó megnyomja azt a gombot? Igen! Nyomd meg a gombot! Láttátok? Csodálatos! Szundi madárka nagyon jól érzi magát. Buborékok! Tű, ez tényleg csodálatos bolygó! Ajaj! Hűha, ez nem valami jó. Hová tűnt? Megmondanátok Pokolyónak, hogy hol van az űrlény barátja? Nézd! Ott van mögötted! Igen, hű, tényleg ott van. Ügyesen megmentetted, Pokolyó. Akkor hát, előre! Mi ez? Valami erdőféle? Mi az űrlény barátunk? Azt mondod, hogy eltévedtünk? Pokolyónak van egy terve. Arra? Ugye tudjuk, hol vagyunk, Pokolyó? Az biztos, hogy eltévedtünk. De Pokolyó, azért még nem kell megijedni. Gondolkozzunk. Buborékok? Korábban is láttunk buborékokat, igaz? A buborék kráterek. Megtaláltad őket. Nagyszerű ötlet. Fentről pontosan látod, hol vagy. Na, lássuk csak. Felismertek valamit? Az űrfákat,
a villogó bolygókat. Megmondanátok Pokolyónak, láttuk-e már ezeket korábban? Igen, a bolygókat! A villogó bolygókat! Úgy bizony, a villogó bolygókat már láttuk korábban is. Menjünk arra felé. Szundi madárka! Mi ez? Mintha dobolást hallanék. Mit gondolsz, Pokolyó, ki dobol? Pato! Tényleg, Pato! Hurrá! Megtaláltad! Hová tűnt az űrlény barátunk? Megtalálta a zummantót. Éljen, Pokolyó! Éljen, hogy megtalálta a helyes utat. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Ijesztő hangok. Tű, ma az űrbe megyünk kalandozni. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Pato! Ha-ha! Mi az, Pato? Te akarod vezetni a zummantót? Ajaj, Pato! Megmondanátok Patónak, hogy legyen óvatos? Légy óvatos, Pato! Talán az az alkatrész nem is volt annyira fontos. Vagy mégis lehet, hogy fontos volt? Oh. Úgy látszik, meg kell keresnetek a zummantó hiányzó alkatrészét. Szerintem Pato másfelé szeretné keresni, Pokolyó. Mi volt az? Pato, nagyon furcsa hangot hallott, Pokolyó. Lehet, hogy csak képzelődtél, Pato. Egyáltalán nem képzelődtél. Ez egy... Pokolyó nem hiszi el, hogy Pato látott egy űrlényt. Mondjuk meg Pokolyónak, hogy mi is láttuk, jó? Igen! Tényleg van itt egy űrlény. Pato, Pato! Óvatosan!
Megmondanátok pokolyónak, hogy hol van az űrlény? A fejedem! Tűha! Hiszen ez az ummantó hiányzó alkatrésze. Pátó, hát ezért üldözött téged. Csak vissza akarta adni. Gölög dinnye. A kedvenced, Pátó. Úgy látom, lett egy igazán jó barátod, Pátó. Ideje hazaröppenni, nem sokára ágyba kell bújni. Ne félj, Pátó, majd máskor meglátogathatod az új barátodat. De a vezetést egy kicsit még gyakorolnod kéne. Jaj, de kedves! Éljen, Pátó, éljen, Pokolyó, és éljen a barátkozás! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A haragos űrlény. Ahó! Mi ez a hang? Ahó! Bocsánat. Nem akartalak megijeszteni. Nem, hát persze, dehogy is. Egyáltalán nem ijedtél meg, egy kicsit se. Dehogy. Na és hová mész? Pokolyó világát keresed? Tényleg? Hát mi tudjuk, hogy lehet eljutni Pokolyó világába. Természetesen szívesen útba igazítunk. Mi olyan vicces? Semmi? Jól van. Útba igazítanátok az űrlényt. Elmondanátok neki, hogy jut el Pokolyó világába. Arra menj! Kövesd a nyilat! Igen, arra kell menni. Kövesd a nyilat! Jó utat! Itt vagyunk. Egyébként békés szándékkal jöttél, igaz? Nem! Nem? Ajaj! Csűha! Úgy látszik, az űrlény gonosz tervet forgat a fejében. El akarja foglalni Pokolyó világát. De nézzétek, milyen kicsi! Jaj, és milyen aranyos. Valentina azt mondja, köszöni a kalapot, űrlény cimbora. Valentina, az űrlény azt mondja, azért jött, hogy ő legyen itt a király. Nem azért, hogy kalapokat csináljon. Pokolyó, szeretnélek bemutatni ennek a kis űrlénynek, aki azért jött, hogy... Játszunk! Nem egészen. A bolygód uralkodója szeretne lenni. Eli! Ahó, Eli! Megmondja valaki Elinek és Pokolyónak, hogy honnan jön ez a hang. Az űrlényből! Rálő
Úgy bizony. Hajaj. Hát itt vagy. Ajaj, összenyomódtál. Újra a régi vagy. Mi lenne, ha játszanál egy kicsit, mielőtt elfoglalod a bolygót, űrlényke? Ajaj. Pato, az űrlény azt parancsolja, hogy vidd el a virágokat balra. Pato egyetért veled, űrlényke. Tényleg jobban mutatnak ott a virágok. Örül, hogy megmondtad neki, mit csinálja. Azt mondod, a kerítésen túl minden a tiéd? És senki sem mehet át? Nézzétek, az ugrálást mindenki élvezi. Vigyázz, Eli! Eli, az űrlény megpróbál rád ijeszteni. Ó, tönkre ment a játék ágyú. Ne, űrlényke, ne sírj, nem olyan vészes. Mi lenne, ha kicsit abba hagynád a világhódítást, és inkább barátkoznál? Mind a barátaid leszünk. Egészen addig, amíg barátságos vagy, igaz? Lesztek az űrlény barátai, hogyha barátságosan viselkedik? Leszünk a barátaid! Szeretünk űrlényeket! Csak légy barátságos, ennyi az egész. Na, így másokkal jobb. Lehet, hogy a világot nem foglaltad el, űrlényke. De a szívünket igen. Éljenek a békés játékok! Éljenek az új barátok! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Új vendég a bolygón. Mi ez a hang? Úgy látom, az űrből jött egy látogató. Esetleg köszönjünk neki mindannyian. Rendben? Akkor rajta. Szia, űrlény! Ajaj. Úgy látom, félénk egy kicsit. Semmi baj, semmi baj. Barátok közt vagy, kis zöld űrlény. Köszöntelek a bolygónkon. Először jársz itt? Akkor hadd mutassalak be pár barátunknak. Egyébként békés szándékkal jöttél, ugye? Szerintem te is jóban leszel a barátainkkal. Hűha, mi ez? Jaj, ő Pokolyó. Jaj, ne, Pokolyó, várj! Pokolyó! Szeretnélek bemutatni valakinek. Nem. Fölötted van, Pokolyó. Pokolyó, a barátunk elég félénk, úgyhogy légy nagyon kedves hozzá. Így már jobb. Pokolyó, emlékszel? Kedvesen. Megmondanátok, hogy kinek a hangja ez? Patoé! Pato hangja.
Ajaj, megint a szemébe csúszott a kalapja. Pato, Pato! Állj meg, Pato! Megrémíted az új barátunkat. Bári! Hű, ez nem sokon múlott. De hová tűnt az űrlény? Ó, hát itt vagy. Figyelj, borzasztóan sajnálom, ami történt. Pato általában nem ilyen. Ismerd meg Elit. Nincs mitől félned. Nagyon kedves hölgy. Ajaj. Hát ez elég szerencsétlenül alakult. Ajaj. Hát ez nagyon nem jó. Barát. Ha-hó, kis barátunk. Hát itt vagy. Nézd csak, Eli és Pato. Látod, teljesen ártalmatlanok. Mit gondoltok, köszönjön Pokolyó és az űrlény Elinek és Pátónak? Igen! Köszönjenek nekik! Hoppá! Hát ez nem sült el valami jól, igaz? Ne aggódj, szerintem csak megijedtek tőled. Ó, már jönnek is! Figyelem, mindenki! Szeretném bemutatni nektek új űrlény barátunkat. Az űrből érkezett. Látod? Tudtam, hogy amint megismeritek egymást, rögtön jó barátok lesztek. Mi ez? Ó, ezek biztos a szülei. Talán azért jöttek, hogy hazavigyék a kis barátunkat. Nagyon kedves a kisfiad. Igazán jól éreztük magunkat, űrlény mama. Ó, értem, szóval te az űrlény papa vagy. Ajaj, mindjárt elmennek a barátaink, és Pokolyó meg Elli nincsenek itt, hogy elköszönjenek új barátjuktól. Úgy látom, most már indulnak. Milyen kár! Láttátok ezt? Ő, nézzétek! Pokolyó és Eli eljöttek elbúcsúzni. Köszönjünk el mind az űrlényektől, rendben? Sziasztok! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Vajon hol lehet ma Pokolyó? Pokolyó! Jaj, Pokolyó, te megijesztettél. Értem. Ez az új játékod, ugye? Nagyon vicces. Na most meg hová tűnt? Jaj, mert megint te vagy. Erre nem is számítottam. Jaj. Na és most mire készülsz? De Pokolyó...
Szerintem Pokolyó azt szeretné, ha mindannyian együtt kiáltanátok vele, hogy bú! Mehet? Egy, kettő, három! Bú! Hallgass ide, Pokolyó, nem mindenki szereti ezt az ijesztgetős játékot. Ugye Lulára nem akarsz rá kiabálni? Nem. Akkor jó. Ajjaj. Szegény Lula. Pokolyó, ugye nem arra gondolsz, hogy... Jaj... Azt szeretnéd, ha Pokolyó újra megijesztene? Nagyon jól érzed magad, igaz? Figyelj csak, Pokolyó! Tudod, hogy Pátó mennyire érzékeny? Talán őt nem kellene... Jaj, Pátó! Ez elég ijesztő volt! Te jó ég! Tiszta a levegő? Igen, ez a megoldás. Egy kellemes, ellazító zuhanyozás. Itt a tengerfenekén végre találsz egy kis békét és nyugalmat, Pátó. Ó, de fárasztó. Á, igen, víz. Pokolyó, nem gondolod, hogy ez már azért egy kicsit túlzás? Én nem. Jaj, szegény Pátó. Elmondanátok Ellinek, hogy Pátó miért van ennyire megrémülve? Mert megijesztették. Pokolyó megijesztette. Azt akarod, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy bú? Rendben. Felkészülni. 1, 2, 3. Bú! Pokolyó, légy megértő. Ha te ijesztgetsz másokat, akkor hagyd, hogy ők is ijesztgessenek téged. Nem is olyan vészes, ha rád kiáltanak, hogy bú! Tulajdonképpen egészen vicces. Pátó, te is kiálthatod ám, hogy bú! Bú! Jaj,
Most tényleg megijedtem. Éljen Pokolyó, éljen Pató, éljenek a játékok. Bú! Ha-ha, ez jó volt, ugye? Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Fel, fel és el. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Látom, van egy vadonatúj játékod. Mi ez, Pokolyó? Bú! Tudjátok, mi Pokolyó új játéka? Egy repülő! Egy repülőgép! Úgy bizony. Repülő! Hűha, Pokolyó nagyon szereti az új játék repülőjét. Vajon miért szereti ennyire? Ó, mindjárt megmutatja, hogy miért. Szerintem most Eli szeretné röptetni a gépet. Tudod, hogy kell röptetni, Eli? Úgy bizony. Húzd fel, de ne túlságosan, Eli. Ajjaj! Repülő, repülő, ne! Nézzétek, milyen magasra megy! Ajjaj, elvesztettük Pokolyó gépét. Hogy találjuk meg, amikor nem is látjuk? Messzelátó! Tű, de jó ötlet, Pató! Ha belenézel a messzelátóba, láthatod a messze lévő dolgokat. Gyorsan, Pokolyó, nézd bele a messzelátóba! Úgy látszik, a repülő fölrepült, föl egészen a világűrbe. Hogy jutunk föl a világűrbe? Hogyan hozzuk vissza? Hát persze, a zummantóval. Nézzétek, ezek űrlények. Ne féljetek tőlük. Tű, micsoda móka. De mi van a játékrepülőddel, Pokolyó? Az űrlények talán tudják, hogy hol van. Repülő? Szerintem ott fent nem éred el, Pokolyó. De Eli sem, és Pátó sem. Pokolyó, ismersz olyas valakit, aki elérné? Nem is tudom.
Esetleg, mondom csak, esetleg nincs olyan ismerősöd, aki nagyon ruganyos? Ti láttok itt olyas valakit, aki annyira ruganyos, hogy segíthet feljutni Pokolyónak a gépért? Az űrlény! Igen! Új űrlény barátunk segített! Hurrá! Hűha, szerintem az űrlények mondani szeretnének valamit. Bulizzunk! Jó! Kitűnő ötlet! Pokolyó a repülővel együtt új barátokat is talált. De jó! Pápa, nem sokára találkozunk. Menjünk kempingezni. Vajon hol lehet Pokolyó? Ott röpdös a zummantóban. Háó, Pokolyó! Háó! Hello! Vajon mit csinál most Pokolyó? Úgy látom, Pokolyó szeretne mutatni nekünk valamit. Mi az, Pokolyó? Hát ez meg mi? Tudja valaki, hogy mi ez? Sátor! Sátor! Igen, kint a szabadban sátorban alszunk. Ezt hívják kempingezésnek. Kempingezni megyünk, Pokolyó. Jaj, de jó! Úgy szeretek kempingezni. Tű, ez csoda izgalmas, de senki más nem jön velünk. Tudom, ki ez. Pátó is jön velünk kempingezni. Nagyszerű. Van csomagod, Pátó? Szerinted erre tényleg szükségünk lesz? Kefére, Pátó. Ott biztos nem lesz fürdőkád, ahová megyünk. Ajaj, miért nem tudok hallgatni? Akkor most megkérdezhetem, hogy minden bent van, Pátó? Jól van. Tű, most jutott eszembe. Már mindenfélével telepakoltuk a zummantót, de ennivalót még nem csomagoltunk. Ajaj. Akkor most végre elindulhatunk. Hau, Eli! Te mit szeretnél magaddal hozni az útra, Eli? Csak ennyit? Csak a macidat? Hű, ez jó hír. Azt hiszem, készen vagyunk. Tedd be, Eli, a macidat, és indulás! Attól félek, túlságosan telepakoltuk a zummantót. A nagy súly miatt nem tud felszállni. Pokolyó, Pátó, szerintetek mit csináljunk, hogy a zummantó újra repülni tudjon? Segítene valaki ezeknek a csalódott kempingezőknek?
A zummantó ekkora súllyal nem tud felszállni. Mit csináljanak, hogy a zummantó mégis felszállhasson? Rakjatok ki valamit! Hagyjatok itthon valamit! Csű, micsoda remek ötlet! Pokolyó szerint jó lenne, ha itt hagynád a fürdőkádadat. Pokolyó, te meg a hűtődet hagyd itthon. Hé, figyeljetek csak! Sajnos mindenkinek itt kell hagyni a párholmit. Nézzétek, Eli az egyetlen holmiát is itthon hagyja. Ő tudja, hogy a kempingezés lényege az, hogy együtt legyünk. Most próbáld meg. Ajaj, Pokolyó, te nem tudnál itthon hagyni valamit? Na, így már mindjárt más. Nézzétek, sikerült! Felszállt! Ez az! A zummantó zoom! Hát, a zummantót végül sikerült elindítanunk. De úgy látszik, nélkülünk ment kempingezni. Tudod, Pokolyó, most, hogy a zummantó elröppent, nem tudsz messzire menni kempingezni a barátaiddal. De talán nem is kell, hiszen itt vannak a barátaid, és itt van az összes holmitok. Kemping! Ezt nézzétek! Néha legalább annyira jó maradni kempingezni, mint elmenni kempingezni. A lényeg, hogy ami a legfontosabb, az veled legyen. A barátaid. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pokolyó, Pokolyó. Ah, itt a barátunk, Pokolyó. Ha-ó, Pokolyó! Ha-ha! Mi a terved mára? Pokolyó játszik. Pompás, hát persze. A játéknál nincs is jobb. Na és kivel fogsz játszani, Pokolyó? Barátokkal. Hát úgy látom, hogy most senki sincs itt. Barátok? Barátok, barátok. Hűha! Tudod, mi ez, Pokolyó? Barátok, barátok. Hello, hello. Úgy látom, találtál egy barátot, akivel játszhatsz. De szerinted ki az, Pokolyó? Pato. Pato? De Pokolyó? Pato. 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 Ti mit gondoltok? Tudtok segíteni Pokolyónak? Pato ismételgeti azt, amit Pokolyó mond. Nem! Ez nem Pato! Hát persze, hogy nem Pato az, Pokolyó. Vajon ki adja ki ezt a hangot? Eli! Bocsánat, Pato.
ugye milyen jól áll Elinek a roller? Eli! Eli! Eli sem az, ugye, Pokolyó? Vajon akkor ki lehet a barátod? Barátok? Barátok? Jaj, Eli, tudod, arról barátok? Van szó, hogy Pokolyó szeretné kitalálni, hogy ki az, aki folyton visszakiált neki. Te tudod? Hello! Pokolyó... Ki vagy te? Ki vagy te? Pokolyó! 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 Igen! 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 Ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Ó, mondd csak, Pokolyó, segítsünk kitalálni, kinek a hangja ez. Jól van. Akkor kiálts még egyszer. Hello! Hello! Pokolyó! Pokolyó! Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy kinek a hangja ez? Pokolyó? Úgy bizony, ez Pokolyó hangja. Vannak olyan helyek, ahol a hangod visszaverődik, és újra hallod. Ezt nevezik visszhangnak. Visszhang? Visszhang. Próbáld meg újra. Visszhang. Visszhang. Igen, a visszhang csodálatos dolog, és játszani is csudamókás vele. Pokolyó! Pokolyó! Látszik, Pokolyó végül mégis talált magának játszótársat. Éljen Pokolyó! És Pokolyó is. Pápa, nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Nem sokára találkozunk! Pokolyó! Emlékszel, amikor? Ahó, mindenki! Hát ti meg mit néztek? Tyűha! Pokolyónak van egy filmvetítője. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Oh, levetítesz nekünk egy filmet? Miről? Barátokról. Egy filmet a barátaidról? Hát ez csodálatos! Nagyon szeretem a filmeket, alig várom, hogy lássam. Hú, jó, de izgalmas! Ó, oh, nézzétek! Pokolyó! Igen, ez te vagy, Pokolyó, a vásznon. Fantasztikusan nézel ki. Bocsánat, Pokolyó. Van még? Jól van, elhallgatok. Csí, nézd, ez te vagy, Pokolyó. Ohoho. Hová tűnt? Ó, igen, ez szuper, Pokolyó! Ez meg a Pokolyó tánc!
De Pokolyó filmjében csak Pokolyó szerepel. Pátó, Elli, ne féljetek, biztos ti is benne vagytok. Na ott, látod? Az te vagy, Pátó! És Elli! Ezek nagyon vicces részek. Mindketten valahogy... Szóval... Őszintén szólva elég bugyután néztek ki, nem igaz? Oda nézd! Pátó, írtó viccesen nézel ki! Pátó, nézd, te vagy! Szegény Pátó, reszkető kacsa! Ez őrületesen vicces! Megmondanátok Pokolyónak, hogy tetszik-e ez a film Pátónak és Ellinek? Nem tetszik neki. Úgy látszik, nem mindenki tartja annyira mulatságosnak, mint te, Pokolyó. Ó, Elli, vannak kedvenc részeid, amiket szeretnél megmutatni? Ez te vagy, Elli. Ó, gyönyörű. Elli, hogy te milyen csodálatos táncos vagy. Kecses, finom mozgású. És egy ragyogó roller hercegnő. Ohohoho! Hát, ez nagyon szép volt, Elli. De a barátaidról nincs filmed? Akkor lássuk azokat is. Ez nagyon jó lesz. Szegény Pátó, összelapították. Megint palacsinta lett belőle. Jaj. Mit gondoltok, tetszik Pátónak Elli filmje? Nem tetszik neki. Úgy látszik, Pátó is szeretné megosztani velünk a kedvenc élményeit. Pompás. Ó, ezt nézzétek. Hé, Pátó, milyen elegáns vagy. Igen, komoly kacsa. Pátó nagyon menő. Micsoda lehengerlő, laza fickó. Pátó a gördeszkán. Pátó origamizik. Pátó a magasban szárnyal. Pátó épít. Nem hiszem, hogy a többiek élvezik ezt a filmet, Pátó. Az egész csak rólad szól. Ettől féltem. Veszekszenek. Ajaj. Kérlek, hagyjátok abba! Vajon mire készül Valentina és Szundi madárka? Egy olyan film kellene, ami mindenkinek tetszik. Szundi madárka, Valentina, lássuk a ti filmeteket! Mindenki együtt játszik! Ez a legjobb film! Igen, ez! Igen, együtt játszani a legjobb! Éljenek a barátok! Pápa, nem sokára találkozunk! Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.